Sziasztok! Ha továbbra is szeretnél tőlem élőadásokat nézni nap mint nap, kövess be a Facebook csatornám, ahol szinte minden nap van élőadás. Vasárnaptól csütörtökig várok mindenkit szeretettel délután 5-től 9-ig, kivéve kedden, mert akkor délben kezdek. A követés nagyon egyszerű. A böngészőbe írd be, hogy www.facebook.com/jusumusu, majd az oldalamon a követést és a like gombot se felejtsd el megnyomni, hogy biztosan kapj értesítést. Minden egyes követést nagyon szépen köszönök, remélem sokatokkal találkozom, valamint ha ez még nem lenne elég, visszahoztam a 25 követőnkénti nyereményjátékot, ahol kis szerencsével jobbnál jobb játékokat nyerhetsz tőlem. Megtalálsz Instagramon is, Kukac/Jusu TV néven, találkozunk délután 5-től már Facebookon. A videóhoz pedig jó szórakozást kívánok! Na akkor hajrá, gyerünk, gyerekek, indul a menet, mehet! Round one! Hát az van jó, az luftos volt. Azt a vekár vidességét. Igen, ajaj, gyerünk már, Iger, mert erősebb vagy, more? Nyomjad neki! Üssed Igen, már! Gyerünk már! 500 dodó a fekete rovásra! Vonulj vissza a másik sarokba a Porsche elé, vonulj a Porsche elé. Itt a bajnok! Ez a bajnok? Dura egy headshot. Ez a kis köcsög! Aztán mindent bele kell adni. A győztes megnyeri a headshotot. Így, ne, jaj, nem igaz. Osztunk még egy boxolót. És hajrá! Na, hadd szóljon. Round 2! Ilyen luft! Gyerünk hosszú hajú, gyerünk coppos! Adjál neki! Gyerünk szőke, gyerünk szőke! Coppos, gyerünk coppos! Gyerünk már, ez most csak egy tökös volt! Mit csinálsz? Aja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 j
Mindjárt jöhet a pénzeket. Hát buktunk. Na, akkor megnyitom a meccset. Hajrá! Final round. Gyerünk kopasz! Adjál neki kopasz! Takó, testvérem. Gyerünk kopasz! Állasz! Üssed neki kopasz! Takó, üssed! Azt a vekerjel! Üssed takó! Üssed takó! Üssed, oj! Takó, testvérem! Fúj! Jó van! Ez golyó általi halá! Full takó! Ez golyó általi kötél! Takót meg kell ölni! Főni, van itt egy ember, aki téged keres. Zacskó van a fején, hátra van kötözve a keze, jó? Zacskó! 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 Szeva Acskó! Mizu! Jó, ez már is ismerős hang, ismerős hang. Ismerős? Ismerős. Ennek örülök. Honnan ismerős? Tegnap este, délután igen. Találkoztam önnel. Igen. Nem épp ilyen élethelyzetben, és akkor mondta, hogy keressem föl önöket, hogy tudjak igen, jelentkezni. Igen, mert csak most akart jönni, ugye? Így van, csak én most jelenleg úgy látszik, hogy ilyen pigmenthiányos lettem, lehet kiszívott ez a floridai napsütés, vagy valami. Aztán betyár mindenségi, de nem teljesen az emberek leszoktak barnulni, nem kifehéredni. Hát engem úgy látszik, hogy kifehérített, mert ugye hát Afrikában ott nagyobb napsütés van, nem tudtam, ilyen... hogy ismerős vagy az orrodról, tehát ez a Michael Jackson. Az. Egyébként Wombato Maximiliano nevem. Még egyszer, hogy hinnak? Wombato Maximiliano. Az szép név. Honnan jöttél, Maxi Taxi? Hát nekem édesapám afrikai, édesanyám pedig német. Azt hittem magyar. De Afrikában nőttem fel. Aha. Gyermekként ott voltam. Uh-huh. Aztán igazából 18 éves koromban. Így van. 18 éves koromban elköltöztem onnan, azért is beszélem ilyen jól a nyelvet. Melyiket? Hát itt ezt a... Ja, az afrikai. Hát nem, hát az afrikai ez az anyanyelvem, ja. Tehát most... Aha. Csak az a baj, hogy abból is nagyon sokat felejtettem, mert mondom már egy jó ideje. Tudsz azért mondani pár szót, csak hogy megbizonyosodjunk arra, hogy te... Persze. Akamalagó. Hát ennyit tudok, ennyire emlékszem. Ezt édesanyám tudott, amíg a bölcsőm fölött is, onnan maradt meg. Anyukának hatalmas fantáziája van. Akkor az lesz, hogy... fogja, és Takó megszagolja a lábadat. Oké. Vedd le kérlek a csészvádat. Vedd le a cipőt. Abban kiderül, afrikai vagyok-e. Ne. Takó, afrikai szagod a lábának. Nézd meg a talpon, kopott. Kopott a talpon. Nézzem csak. Szagoljad rendesen, szagoljad már. Emeld fel a lábadat. Gacsa szárnál, láttad a fejét? Tessék, felemeltem. Úgy, hogy jó élet. Analizálom, aha. Hallod, fonnyad a salák. Oh. Hadd nézzem, még... Akkor nem azt kértem, hogy... Itt az ujjam is. Takó, ez már 18 pluszos. Igen. Vedd le a nadrágot is. Hoppá. Hát... Keverék. Hát akkor igazából nem hazudod. Vegyes tüzelés. Hajnali gyereknek gondolod? Hajnali gyerek? Igen.
Beöltözünk valami punknak. Mit szóltok hozzá? Ez a Bundesliga, tényleg ez a Bundesliga séró, tényleg. Skacok, azt kéne kitalálni itt a chatem, hogy milyen stílusban RP-zünk. Én gondoltam arra, hogy lenne egy opció, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk a rendőrséget. Így ugyanúgy tudok... Szevasztok, köcsögök, mi a helyzet? Ez kemény vagy. Jó, beköszönő. Szerintetek be kéne magam vitetni? Bevitetem magam? Beállunk rendőrnek. Bim! Jó napot, biztos urak! Jó napot, uram! Miért az úton közlekedik? Elnézést kérek, csak megláttam egy rendőrt, és hát úgy gondoltam, hogy hát úgyis rendőrt keresnék, ezért gondoltam, igen, hogy megkérdezem. Az lenne a kérdésem, hogy hát én is biztos úr szeretnék lenni. Igen, és rendőrkapitányságra tessék volna fáradni. Ez lett volna a kérdésem, hogy én beszéltem itt Oti főkapitány úrral, és ő mondta igazából, hogy keressen meg a rendőrséget. Igen, van toborzás, a mai napon is lesz még, mert szerintem van több jelentkező, én úgy hallottam. Aha. Úgyhogy oda tessék befáradni, jó? Rendőrkapitányság, és akkor ott te majd útbeigazítják. Jó, be tudok oda menni? Kiszállni. Ajjajjaj. Álljanak meg kiszállni kezeket fel. Kezeket ajjaj. Fel, kezeket rádiót fel. Eltok, rádió. Nehogy használd ajjaj. A rádiót. Ajjaj. Szálljanak ki szálljanak. Most. Haló. Én nem akarok rendőr lenni ezzel a szerveren, gyerekek! Gyorsan. Kész fel. Rádiót elveszem, telefont elveszem. Oda be a piros kocsiba. Vagy a Hyundai-ba. Hyundai-ba menjen. Most. Futás. Én nem kellek, urak? Hyundai-ba. Az Hyundai. Fehér Hyundai, yes. Hyundai. Gyorsan. Hyundai. Uram. Álljon be fele. Én is? Nem. Hahahaha, ez kemény! Jó! Kapjátok el! Ez aztán... De nem raboltak el! Hol a rendőrautó? Elment a rendőrkocsi... Ellopom azt a rendőrautót, a régi szép idők emlékére. Ezt nem nyitom. Sajnálom. Jó. Miért rúgdassa rendőrautót? Elnézést kérek, uram, az a helyzet, hogy az történt, hogy a biciklivel neki mentem, és beakadt a bicikli kereke. És muszáj voltam egy kicsit belerúgni egyet. Oké, és kit érdekel? Oké, és kit érdekel? Jó, oké, rendben van. Nézést, ha megkérem... Semmi gond. Addig itt foglaljanak helyet a székeken, egy percet kérek, jó? Rendben. Kávét, süteményt, a WC-t ott találják jobb oldalt, jó, foglaljanak helyet. Bocsánat, a kávé ingyen van, ne haragudjon? Igen, ingyen van, minden jelentkezőnek a kávét. Jaj. Föl a kóra? Ha ingyen kávé, mindig jó. Jó, minden rendőr jöjjön ki az épület felé, jó? Jöjjenek ki. Szép napot, uraim! Hát én de beállok így, mint az igazi sötét zsaruk. Black! Amúgy ott mondom, hallod, igazából is rendőr vagyok. Az nem semmi. Ja. Az tök jó. Veszel a társam? Hát persze. Csak vicceltem. Jó napot! Jó statot, jó napot! Maga is rendőrnek szerette beállni? Igen. Én vagyok itt a... Főtörzsőrmester, miben tudok segíteni? Nem tudom, hogy... Meghazudtol? Na, papírokat elő, uram. Vannak papírjai? Uram, vannak papírjai, nem mondom még egyszer. Hívom a biztonsági szolgálatot. Papírokat! Zsoltkán kíséri Nagy Laci, Olsikarát, Szandik, Alexandra, nagyon szépen köszi a feliratkozásokat. Amúgy úgy maradik az életbe is rendőr vagyok. Csak úgy mondom, azért szeretnénk csatlakozni a játékba is. Nem és ebben a szerveren. Mi az az OC, de többet ne szívja fel, mert a káros az egészség. Oké. Számít fölgétben. Kicsit el fog tartani, mert rengeteg név. Semmi gond. Hiába kértem már a... Lájt is kollégát, hogy valamit csináljanak. Hát ez így szokott lenni, tudja, állandóan csak jönnek, aztán mindig van valami probléma ezekkel a kacatokkal.
Na jó, de az, hogy most Windows 92-t kell használni, még mindig ez ja, az elég. Aha. És van valamilyen intelligens rendszerük, ami összekapcsolja itt a dolgokat a központtal? Vagy mindent így Excelből néznek? Vagy hogy csinálják ezt tőle? Hát, majd megismertetem benne, ez egy elég bonyolult rendszer. Csak azért, mert nagyon szívesen tudok segíteni itt a különböző kommunikációknak a kiépítésében, ugyanis business analysztként is dolgoztam már nem egy munkáján. Hát én azt gyanítom, hogy ennek az után lesz a dolga a legtöbben. Jó, de hogyha esetleg Windows-t installálni, vagy az Egel Driver-t föltelepíteni, szóljon uram, és már jövök is, segítek önnek. Rendben. Nos, elvileg kapott egy értesítést, hát, és neki rúgnak a hadítramban felhívták, mert egy emlőre azt a rendőrségi államomban. Köszönöm szépen, uram! Jó? Megenged egy tisztelgést? Hát, hogyha minden áron szeretné, bár nem tudom, szokás. Csak kimondott. No, elnézést, rossz gondolat! Jézus! Úristen! Ez volt a légi jobb a tisztelgés. Ne haragudjon, uram! Nem megyek oda. Új. Bocsásson meg, uram! Ott a mosdóként, ha elmegy ki, akkor elfordul jobbra és ott elnézést, de ki kell mennem a mosdóba egy pillanatra, megengedik, köszönöm szépen, jövök vissza, uram! Megkérdezzük, hogy van ez a társ, hogy mindenkinek van egy társa? Azt gondolom, hogy a hangfelvételt egyelőre lezárjuk, akkor fáradjanak velem, megmutatom nektek az épületet. Jéjezzétek meg, mert soha nem voltam még rendőrségen. Amint látják, most már joguk van az ajtó kitásához, zárásához, és meg is kérem, hogyha kilépnek egy ajtón, akkor azt utána zárják is be, hogy illetéktelenek személyek ne menjenek olyan helyre, ahol nem való. Én kérdezem, azzal, amivel az autót zárom, meg ezeket azzal zárom, ugye? Nem. Ott elbetű, igen. Melyik betű? E, sima E. Aha, okay. Ezeket fel. Azt majd később. Ezeket fel. Uh-huh. Jó, tetszik. Jó, tehát amit ön fog gyakorolni, az az lesz, hogy jó napot kívánok, kicsit ellenőrzést, kérem jogosítványt, a négyadolvány. Nem ezek, kezeket tetszik. Fel? Nem, meg. Nem, az egy másik történet. Ó, aha. Akkor azt, hogy nevezessen gyorsan. Vagy lövök. Akkor ilyen nincs, hogy állj vagy lövök, hanem csak az, hogy kérem nevezessen gyorsan, és itt egy bírság. Nem. Ez majd úgy fog működni, hogy jó napot kívánok, hozzam jelenőrzés, kicsit jelenőrzés, stb. Meg még olyan is lesz majd, hogy hány cikorral hozzam a kávét főnök, be kell lejönni szombatoni szolgálatba. Remélem ezt hallottad, ezeket te csinálod. Tehát hallgatószoba. Jó estét, kollega. Jó estét, kollega. Jó estét. Napozik a kolléga? Ez igen. Nem napozik. Nos. Ebben a szobában folytatjuk le a kihallgatásokat, hogy komolyra fordítsam azt. Rendőrségen vagyok. Ha egy gyanúsítottat behozunk bármilyen bűncselekmény gyanújával, akkor ebben a szobában vettük föl az adatait, rabosítjuk. Ez fontos, mert én még sose láttam itt belülről rendőrséget. Képeket odaállítjuk, minden oldalról lefényképezzük, leveszük az új lenyomatát, és megmérjük a test súlyát, a test magasságát, illetve megvizsgáljuk, hogy milyen tetoválások vannak a testén. Uram, bocsánat, van valami rendszer, ahol lehet futtatni az aktuális embert? Vagy éppenséggel, körözéssel a cellel, vagy nem? Természetesen egy nagyon komoly, az a Windows 92 is viccel, természetesen nagyon komoly rendszer. Windows 93 gondolom már akkor. Nem, már annál is sokkal komolyabb. Ja. Egy komoly rendszer, egy komoly rendszer van, de viszont az önök dolga lesz, hogy ezt a rendszert feltöltsék itt a videóval. Tehát ez hozzátartozik a feladatukhoz. Én pillanatban feltöltöm, uram. Halad, kokszos! Kokszos! Mi van? Szerinted mikor kapunk fegyvert? Már mit gyanyuk? Ja, jó. Ezután? Ja, oké. Jó, akkor hallottam az előbb nagyon sütörgött, hogy mikor kapnak fegyvert, az ugye eljött. Én nem mondtam ilyet, uram. Maga a kokszos úriember mondta itt. Azt hiszi, hogy rossz a fülem, de jó hallott. Az igen. Nekem is lenne egy kérdésem. Igen? Golyóálló elényt ezt kapunk? Egyelőre nem tartozik a felszerelés része, mint látja rajta, nincsen pedig itt vagyok egy ideje. Igen. Egyelőre. Tűkös a keret. Akkor majd mögéd állok, fater. Jó. Jó. Na, akkor ezt letisztáztuk. Tedd fel a kezed, te szemét! Nem káromkodunk. Viszont határozottan, keményen. Fel a kezekkel! Sokszor, hogyha nem teszi föl, azt mondtam, tedd fel a kezed, utolsó figyelmeztetésre tedd fel a kezed, és aztán mehet a ez igen. Rá. És hogyha nem a sokkolót vettem elő, hanem a másikat? Nem, sokkolót kell. Hát akkor meglövöd. Akkor minek van nálam a másik fegyver? Hadd tanyom belé, uram!
Álljon meg, tegye fel a kezét. Forduljon meg. Ne mozdulj, fordulj meg. Tedd fel a kezed, talapos is, tedd fel a kezed, tedd fel a kezed. Jó, tartsátok sakba, Sirénát lekapcsolom. Jó. Átnézem a nadrágját, egészen a kabátja zsebéig. Kapcsol ki a Sirénát. Aha, hogy hívják uram? Szabó Zénó. Szabó Zénó, mikor született uram? 1972. Aha, jó. Tudna mutatni egy személyigazolványt is? Persze. Dűr egy pofon! Találtál valamit? Aha, egy ékszer. Jó, rendben, köszönöm szépen. Jó, én nem látom. Nyitva van a csomagtartó? Kérem, fogja meg és tegye föl a kezét az autóra. Nem. Kivetted belőle? Igen. Halló. Kinek a tulajdonában van ez az autó? Enyémben, uram. A... Pacsukolja már? Ékszer, ami rablásból származik. Ajja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 j
Hétszer volt a csomagtartomba? Hétszer volt a csomagtartójában. Azt vettem, uram, azt vettem. Igen, de ez rablásból származik. Igen, én nekem azt mondták, hogy ez egy jégszer, a feleségemnek szántam, azt mondták, hogy ez nagyon jó árba van, ezt azért megvettem. Na hát akkor most beviszik az őrse is kihallgatjuk, mert rablásból származott jégszer tulajdonlása orgazdaságnak minőszi. Hát nekem azt mondták, hogy nyugodtan vegyem meg a feleségemnek, nem tapad semmi elnézé. Jó, kicsit mondjuk át is gondolkodtam rajta, hogy miért lehet az ilyen olcsó. Nyilván emlékszik arra, hogy kitől vettem. Igaz, hiszen egy ilyen drága ékszert, akitől megvásárol, arra emlékszik az ember, sok pénzt kerülhetett. Ez fiatal ember volt. Megvan, ugye? Nem, mentünk aztán, ott jött velünk. Aztán mondta, hogy itt ékszer tárul, mondtam, jó van, megnézzük, hogy még a kínálata. Aztán azt mondta, hogy ez az. Semmi. Hát akkor üljön be hozzánk, és akkor beviszik az őrse. Rendben. Először bilincsed van. Ez van akkor tiéd, nem? Bebasztod az ablakot, akkor geci, hát beszarok neked. Régi szép idők emléke, még bennem van, az a baj. Hallod, a zsírúja utól megszállsz. Jó, na hát most egy kis ablak, legalább gyorsabban ki tudunk hajolni. Neki. Bocsánat, Uram. Uram, ez mi volt? Nem. Ez mi volt, uram? Piros kocsis volt a hibás. Bocsánat. Milyen piros kocsis? Uram, nem látja őt egy rendőr autóval? Hát de láttam. Hát akkor... Fordultam be, a kocsim már meglökött a másik, úgy húztam ide. Hát de uram, azért legközelebb óvatosan nézze. Elnézést. Hát el van nézve, de legközelebb nem lesz elnézve. Megint bebassza az üveget, hát hihetetlen ez a csávó. Hát ennek már nem mindegy. Ennek a kurva mindegy, nézd meg a hátulját. A hátul. Kérlek szépen, elütötték. Kit ütöttek el? Elütötték az egyik bará, a feleségemet elütötték. Feleségem. Jó napot, uram. Jó napot. Miben segítettük? Hát hogy ütötték el? Elütötték bát meg feleségem, keci, véletlen. Feleséged elütötték? Da. Zárd le. Az kevény. Gyere, szállj ki a kocsiba. Gyere, itt hagyjuk az autót, jó? Jó. Jöjjön, na mi történt? Tiszta tébújta van, bazd meg. Elütötték azt. Mi történt pontosan, meg tudja mondani? És hát hol van a mentős? Hát nem tudom, hol van ki, hol van. Most érkeztem ide. Hívtak már a mentőt? Hát hívtunk, de fent meg volt, ott bűnözők voltak fent. Fekete ruhások voltak a legúgy túloldalán, bazd meg ott. Aha. Azt mondták, az összes köcsög rendőrnek kinyomják szemét, mi is eljöttünk onnan, így mondták, bazd meg. De hát maguk nem is rendőrök. Hát nem, mondtam nekik, hogy menjetek arrébb, azt meg nekünk álltak, meg azt mondta, hogy megölik bazd meg köcsög rendőrök. Uram, maga itt dolgozik? Én itt dolgozok, csak most jöttem feleségemért, itt volt, nekitettem, kicsit futtattam, ha jól néz ki, bazd meg kell érni valami bennem. Megkívánta akkor? 500 dollár. Ezt most, uram, ezt most jól hallottam? Hát attól függ, mit akar hallani. Hát uram, jól hallottam, hogy maga itt futtatja a kurvákat? Nem, én feleségemet futtattam épületen körül, meg kövért, ugye? Ja, hogy úgy futtatja? Na, mit gondol maga rólam, hogy nézze ki, mistrici. Ez ember, ez faszopó elgázolta asszonyt. És ő hogy halt meg akkor utána? Hát spontán, tudja, megfaszta. Spontán merevedés kapott, és lát a szívem. Nem úgy volt véletlenül, hogy maga szerette volna revansot venni a halott asszonyáért? Nem, most értem ide, azzal a fehér kocsival jöttünk.
mert csörgettek engem. Nem veszek revansot, tudja? Meg a Coca-Cola. Jó napot kívánok, biztos úr! Mondhatok valamit? Ezt egy rendőr is bizonyítja. Voltam a városban nemrég. Nagyon szomjas kérem, voltam, meg kirabolt. Most jöttem a városba, és nem tudom, hogy kell itt favágónak jöttem, és... Nem tudom, itten autót itt kapunk, vagy hol kell itt jelentkezni? Nem, itt nem lehet autót kapni, de én nem vagyok a favágó support, én rendőrtiszt vagyok, kölgyem. Kérem, fogja meg a kis valagát, és menjen el oda, és érteklődje meg attól az úriembertől, mert az biztos egy munkás ember ott. Rendben, jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, viszont halátásra vegyem. Viszlát!